Hát sziasztok srácok! Ott hagytam ugye abba az előző résznél, hogy visszaköltöztem abba a házba, ahol én eredetileg laktam anyámékkal még annó, csak ugye már nélkülük, mert ők meg elköltöztek máshova. Na szóval, ugye házi bulik, kerti partik, és már mikor én ott laktam anyámékkal, akkor is volt egy olyan szomszédunk, az a, igazából a hátsó szomszéd, aki hát egy idős házaspár, de valami iszonyat rossz indulatú figurákat képzeljetek el. Minden szarért beszólnak. Volt olyan, hogy azért szóltak, mert apám ráállt tehát úgy volt a garázs, egy ilyen tetőt képzeljetek el. Beállt, és hát gyakorlatilag a kerítéstől ennyire állt meg a kocsival. Ezért képes volt átjönni egyszer az öreg, hogy szóljon. Illetve én mentem ki, mert engem küldtek ki, mert anyám még nem akartak a csókával beszélgetni, és hát hogy szóljak már a ház urának, hogy nagyon ráállt a kerítésre. Bementem, elmondtam, hogy azt mondta, hogy ráálltál nagyon a kerítésre, azt mondta, hogy és akkor most mit csinálják? Hát mondom, ennyit mondott. És utána kinéztem az ablakon, még ott állt egy ideig az öreg, mondták, ki, nem menjek hozzá, nem mondjak neki semmit, és eltűnt. Úgyhogy azért mondom, így a rossz indulat az ott már úgy megvolt, és azzal, hogy én oda beköltöztem és elkezdtem, hát jó, kicsit nyaranta gyakrabban volt házi buli, ez tény, de elkezdtem azért kicsit úgy házi bulikat csinálni, sütögetni, de hozzáteszem, azért nem minden héten volt, ezt azért ne felejtsük el. Azzal kivívtam a gyűlöletüket végérvényesen, és volt már, hogy azért szóltak, hogy de várja, volt, hogy az egyik vendégemet, az volt a legjobb, amikor az egyik vendégemet találták meg, hogy azért 10 után már ne hangoskodjunk. És akkor így csak így nézett után, hogy hát jó, most ő mit csinál, és én ugye oda mentem, elmondta nekem is, mondom, jó, rendben, majd odafigyelünk. És akkor úgy nem is volt semmi probléma, emlékeim szerint akkor nem is szólt utána semmit, jajajajajaj, nagy fék. És utána teltek, múltak a hónapok, és egyszer csak volt egy olyan buli, amikor hát összetört alattam egy szék, egy ilyen műanyag szék, és ezzel mindenki rohadt nagyot nevetett, így a kertben voltunk, ugye beszélgettünk, kiszogattunk, és hát mindenki jót nevetett rajta, a dagad gyerek alatt a szék összeszarta magát. Jó, rendben van, én bementem, és mire kijöttem, azt vettem észre, hogy mindenki síri csöndben ül és néz maga elé. Azt mondom, mi történt? Azt mondták, hogy a szomszédból átkiabált valaki, hogy fogjuk be a pofánkat. Én meg így, mi van? És akkor abban a pillanatban hallottam, hogy megint így izé beszólt valamit, az öreg lány, és nem is tudom, melyik barátom valamit visszaszólt neki, meg mondta, hogy már 11:30 van, és akkor ő meg részegen visszaszólt, hogy kihívtuk a mentőt, hogy kijött a mentő, valami ilyesmi, nem tudom, mi volt. És hát ugye másnap ebből probléma volt, mert azt hozzá kell tenni, hogy viszonylag jó kapcsolatban voltak ezek a nagyszüleimmel, akik a szomszéd utcában laknak. És az öreg lánynak az volt a mánia, hogy nem az, hogy velem közölni, hogy figyelj már, mi volt itt tegnap, és akkor beszéljük le. Nagyanyámnak, illetve nagyapámnak e-mailben leírta, hogy hát itt mik voltak, meg ez az amaz. És én úgy voltam vele, nem akarok balhit, átmegyek, születésnapuk buli volt, erre kristálytisztán emlékszem, és maradt egy szelet torta. Nem mondom, átmegyek és viszek nekik egy szelet tortát, és akkor úgymond békét kötünk, nem akartam balhét, nagyon jó, nagyon korrektan álltam hozzá a dologhoz, úgy érzem. Hát, átmentem, nagyon kise akartak jönni, nagy nehezen az öreg kijött, és akkor mondtam neki, hogy hát elnézést kérek, ami itt tegnap volt, és akkor, hogyha gondolj, beszéljünk meg. És hát úgymond engésztel, és hoztam egy szelet tortát, nagyon finom torta volt egyébként. És hát Regina barátom csinálta, ugye, aki cukrász. És akkor mondta a csávó, de így ilyen stílusban kijelentett, hogy nem kell a torta, vigyem innen. Hát mondom. Mert hogy ez már nem az első alkalom volt, hogy itt buli volt, és hogy most már tele a hócipője, meg ez az amaz. És mondtam neki, hogy de hát könyörgöm, átjöttem korrekten, elnézést kértem, rendben van, oda fogunk figyelni, hogy ilyen többet ne legyen. Nem érdekelte a csókát, elhajtott. Mondom, akkor rohadjál meg. Nagyjából valamit egyébként vissza is szóltam, mert nagyon felidegesítettem magam a dolgon. És akkor ez így lecsengett. Talán már nyár vége is volt egyébként, hogy hát ugye talán azon a nyáron már nem voltak úgy nagyon házi bulik. És akkor
akkor jött a jövő nyár, és akkor történt a... Történt egy ominózus buli. Ami az történt, hogy megint csak születésnapi parti volt, és hát igen, elég keményen iszogattunk meg minden, és azt tudni kell, hogy a csöngő az nem működött. És viszont kamerák fel voltak szerelve a házon, és én erre néha így random ránéztem a telefonomon, egy okostelefonos alkalmazás, és azt láttam, hogy a ház előtt áll egy faszi. És nyomogatja a csengőt, hát ugye nyilván nem hallottuk, mert nem működik. Előre mentünk pár barátommal, és megkérdeztük, hogy miben tudunk segíteni. A csávó, ami ordinári módon elkezdett velünk kiabálni, először is. Ha valamit ilyenkor el szeretnél élni a szomszéddal, akivel még egyébként soha nem találkoztam, ez nem a hátsó szomszéd volt, ez valahol ott oldal, két-három házzal lakott arrébb, és hogy fejezzük be azonnal, mert most már neki elege van ebből, de nyilván nem ilyen hangszinten mondta, hanem sokkal agresszívabban lépett fel. Tehát ilyenkor, hogyha valamit el szeretnél érni a szomszédoddal, akivel egyébként soha nem találkoztál még, akkor nyilván, hogyan állsz hozzá normálisan? Biztos láttátok a... Mi volt az a izé? Az a film, nem jut eszembe a... Hú... Parti... Na, közben eszembe jutott, illetve hát utána néztem nagyon gyorsan, Project X volt a filmnek a címe. Abban is ugye az volt, hogy a szomszéd átment és először izé lepocsizott, srácok, tényleg kicsit halkabban itt, és ez a hozzáállás kellett volna, és hallod, esküszöm, még ki is amutok, nem az, hogy lehalkítjuk a zenét, még ki is kapcsoltuk volna és el lettünk volna magunkban. De nem ez volt a kérése, de már én éreztem, hogy lesz ebből még probléma, és akkor én egy picit lehalkítottuk a zenét. Aztán ugye néha valaki oda ment, kicsit felhangosított, én akkor megint oda mentem, kicsit lehalkítottam, mondom, ne halkosítsuk már fel, tehát részegek voltunk, ugye, mit lehet tenni. És ugye megint ránéztem a kamerára, és azt látom, hogy ott áll egy rendőrautó kint. Hú, mondom, nagyon jó, kimentem, még egy-két barátommal, kérdezték, hogy ki a házigazda. Hát én megjeleztem, hogy én lennék, és akkor mondták, hogy hát jelentették, hogy hát itt buli van, és hogy akkor egy kicsit halkítsuk már le, mert nem szeretnének ők se semmit. De látott a rendőrökön, hogy kurvára nem volt kedvük egyébként kijönni, mondtuk rendben, ha lehalkítjuk a zenét, tényleg le is halkítottuk, elmondtam mindenkinek, hogy senki ne hangosítsa fel, nem akarok balit. Nem is hangosítottuk fel, ez volt a legjobb az egészben, vagy a legkeményebb az egészben. És hát ugyanúgy ettől függetlenül kint voltunk a kertben, mert most miért ne legyünk kint ettől függetlenül a kertben. Meleg volt, jó idő volt, iszogattunk, el voltunk, nyár volt, ráadásul azt hiszem születésnapi buli volt megint csak. És valamiért előre mentünk. Lehet, hogy valakit kiengedtem, vagy valaki éppen jött befele, már nem emlékszem, hogy konkrétan mi volt. És... Ja, várjál, előtte, most jut eszembe, előtte azt vettük észre, hogy egyszer csak elkezdett minket dióval dobálni a hátsó szomszéd felől. Elkezdett minket, volt ott egy diófa az ő szomszédjánál, ami átlogott hozzá, és elkezdte leszedegetni a diókat a gyökér, és elkezdett dobálni minket. Hát mi meg megfogtuk a diót, és visszakurtuk a házra, és utána akkor mondom, valamiért előre mentünk, csak közben várjál, mert jön egy izé, bazd meg. Ez miért állt bele a seggembe amúgy? Na mindegy, és az volt, hogy ugye előre mentünk, mert valakit azt mondom kiengedtem, vagy beengedtem, már nem tudom. Megjelenik megint egy rendőrök, de ezek másik rendőrök voltak, ezek már ilyen fiatalabb brigád volt. Voltak azt hiszem talán négyen, kiszálltak szépen, ott felsorakoztunk, és akkor mondja a rendőr, hogy hát jelentették, hogy buli van, meg minden, és illetve nem, bocsánat, nem is azt mondta, hogy buli van, mert mi úgy kezdtük, hogy a zenét lehalkítottuk, mert már volt itt egy kollégájuk, és akkor lehalkítottuk a zenét. Azt mondta, hogy nem, most nem azzal van a baj, hanem hogy mi fel alá futkározunk hangosan, kiabálva a kertben. És akkor így, de a csávos egy kicsit elnevette magát, mert vicc az egész, és hát akkor már biztos volt, hogy ezt a hátsó szomszéd intézte, és hát akkor mindegy, mondtuk, hogy hát elnézést, meg ízért, de a rendőrön is látszott, hogy rohadtul nincs kedve itt lennél, tehát ugyanúgy, mint az előzőeknek se. Volt nagyon kedvük kijönni ezért. És hát mondta, hogy hát ők is szívesebben buliznának, meg mindent, de tényleg mondta, hogy itt annyi a nyugdíjas, és minden zavarja őket, és képesek ezek minden évben telefonálni, meg ez nem az. Mondtuk, hogy jó, rendben van, és akkor egy kicsit azért tényleg lenyugtattuk magunkat, de én nagyon felidegesítettem magam ezen, hogy egy éjszaka, kétszer jön ki a rendőr, úgy, hogy
A második az már abszolút nem volt jogos, az elsőnél még azt mondom, hogy talán. De kezdjük ott, hogy ez milyen undorító dolog már, amikor a szomszédodra hívsz rendőrt. Mondom, ha ez minden héten így lett volna, azt mondom, hogy igaza van. És hogyha már többször szólt volna. De a rendőrt akkor hívod a szomszédodra, amikor már a legvégső esetben. Gondolj bele, neked amellett az ember mellett kell élned, akire rendőrt hívtál. Tehát onnantól kezdve az a kapcsolat, az már veszett ügy. Abból már soha senki nem fog tudni jól kijönni, és soha senki, még csak köszönni sem fog a másiknak. Ha mindegy, akkor ez a buli nagyjából ennyi volt, gondoltam én. Ugyanis, basszus, mi történt? Ez már másik, ebben volt két tűzolt autó, ez meg valami, nem is tudom már mi volt, valami katasztrófa védelm is, vagy a franc tudja. És másnap nagyapámnak megint küldtek egy e-mailt, és várjál, ezt a dumát figyeld, hogy ez már tartatatlan, mert hogy ők többször szóltak, egyszer nem szólt, tehát egyszer nem volt az, hogy ő odajött volna és szólt volna az esettel kapcsolatban. És hogy várjál, hogy doboltunk, hangosan doboltunk. Hogy vertük a dobot. Igen, nyilván libasorra beöltünk egymás mögé, rávertünk egyet a dobra, és utána átadtuk a másiknak, hogy akkor most eljössz. Tehát ez nyilván így történt, nem? Ekkora hülyességet. És hát kiderült, hogy ugye arról volt szó, hogy én akkor egy házi mozi rendszerről nyomtam a zenét, aminek volt egy jó kis mélyládája. És valószínűleg azt hallotta úgy, hogy akkor mi vertük a dobot. Na mindegy, tehát teljesen szotyi volt az ember. És az történt, hogy küldött ugye egy e-mailt, amiben ezeket így leírta. Igen. És akkor most próbálom összeszedni a gondolataimat, hogy hol tartottam. És ugye ezt így leírta, és akkor nagyapám nekem esett, hogy hát ezt mégis hogy gondoltuk, meg ez az amaz. Mondtam, hogy ennek a felesége igaz, ne higgy el. És utána egy nagyjából ennyi is volt a dolog, mert én pár hónappal később már el is költöztem onnan. Tehát itt tapasztaltam meg az igazi rossz indulatot, amikor tényleg, tehát annyira unatkozik valaki, mert nekem is van, amikor unatkozok otthon. Vagy olyan úgymond üresebb az életem, tehát amikor csak úgy leülök, játszok, vagy filmet nézek, vagy valamit, tehát úgy el vagyok megambulva, tehát nem olyan aktív tevékenységet végzek. De akkor se jut eszembe olyan, hogy másnak az életét, vagy akár egy szomszédomnak, vagy ismerősömnek az életét ilyen szinten így megkeserítsem. Mert ez miért jó? Tehát nem értem, hogy lehet valaki, tehát hogy ennyire unatkozik. És ez nyilván az ő egy idegesítő, dühítő dolog. És akkor jön majd a harmadik rész, mert mondom, én nem sokkal később elköltöztem ebből a házból, mert anyám még visszaköltöztek. És visszaköltöztem abba a lakásba, ahol most is élek. És én itt laktam, tehát ebből a lakásból költöztem a családi házba, és ide költöztem vissza. És hát itt is azért történtek érdekes dolgok, de itt már azt mondom nektek, hogy ugye idősebb lettem, már nem csinálunk olyan nagyon bulikat, van, hogy átjönnek a srácok, filmet nézünk, társasozunk. De ebbe is bele tudnak kötni, kettő, most már ott tartok, hogy a nekem van tele a tököm a szomszédaim, úgyhogy jön majd a harmadik rész hamarosan, tartsatok velem akkor is, sziasztok! Ja, amúgy hozzáteszem, hogyha bármiféle véleményetek van, vagy nektek is volt valami ilyesmi sztori az életetekben, akkor azt szívesen fogadom, írjátok le kommentben. Megint egy tűzoltóautó. Mi a franc történt? Na, köszönöm szépen a figyelmet, Pali!